Döntött a szenátus a rektorjelöltek között. Az egyetem vezetőire végül a szakminiszter mond igent. 80 kertvárosi család kapott ajándékcsomagot. A reményháza gondozottjai betlehemes műsort adtak. Díjkiosztó gála a nemzetközi karmesterversenyen. Közönségdíjas lett a magyar karmester. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják december 18-án hétfőn. Tartsanak velünk! Rektorválasztó szenátusi ülést tartottak a Pécsi Tudományegyetemen hétfő délután. A 41 szenátusi tag döntött arról, hogy a 4 induló közül kit látna szívesen az intézmény vezetői székben. A szenátus valójában javaslatot tesz. A rektor kinevezéséről a szakminiszter dönt. Egy nagyon fontos döntést hozott a szenátus a mai napon. Mindenekelőtt szeretnék gratulálni Miseta Attila professzor úrnak, aki ezzel a PTE rektor jelöltjévé vált. Szeretném megköszönni mindhárom rektori tisztségre pályázónak, hogy minden energiáját megmozgatva, és azt is gondolom, hogy egy nagyon méltó kampány keretében igyekezett elnyerni ezt a tisztséget. Ez az egész, akár a programalkotás, akár a kampány, minden tekintetben nagyon méltó volt a Pécsi Egyetemhez, a Pécsi Egyetemiséghez. Ezt szeretném megköszönni, és nincs más lehetőségünk, mint gratulálni a jelöltnek, és bízni abban, hogy a fenntartó a szenátus döntését fogja a kinevezése alkalmával érvényesíteni. Szombatra virradóra a meccsekben 10 cent is hó hullott, bár a városban csak az eső esett, a magasabban fekvő területeken megmaradt a hótakaró, így kinyitotta a sípálya. December 17-én vasárnap volt az első üzemnap. A vizes hó éjszaka kifagy, ezért a kevés is elég lesz a pécsi sízőknek. Akit érdekel, telefonon érdeklődjön. A meccseki Misina tető szomszédságában található 600 méter hosszúságú sípályát nem tudják hóágyúzni, de már pár cent is hó is alkalmas a sportolásra. Évente átlagosan 30 napon keresztül tudnak síelni a téli sportot kedvelők. A Pécsi Magyarország legrégebben működő sífelvonója, amelyet 1963-ban helyeztek üzembe. A nehéz helyzetben lévő családoknak és a hajléktalanoknak szerzett örömet a Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja advent harmadik hétvégéjén. Az ajándékozásra 80 rászoruló családot hívtak meg, akik gyerekjátékot, könyvet és tartós élelmiszert kaptak. A reményháza kliensei betlehemes misztérium játékkal köszönték meg a gondoskodást. A Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet plébánián több mint 15 éve rendezik meg advent idején a szegények karácsonyát. Idén a rászoruló családok gyermekei az összegyűjtött játékok közül kedvükre válogathattak, de a városrész hajléktalanjaira is gondoltak a szervezők, hiszen ők is kaptak ruhát és tartós élelmiszert. A reményháza gondozottjai betlehemes misztérium játékot adtak elő a templomban, ezzel köszönve meg a segítséget. Hát tulajdonképpen a kertváros szegény családjai vannak ide meghívva, akik hát a plébánia területén élnek, és valamilyen kapcsolatban vannak akár a plébániával, akár a Caritas csoportunkkal, és hát ők is már évről évre kapnak itt karácsonykor csomagot a Caritas, illetve a plébániától, és hát ők is várják ezt, és ilyenkor sok-sok család számára tudunk örömet okozni. A reményháza gondozottjainak műsora után a meghívott családok a plébániai közösségi házba vonultak át, ott kapták meg a karácsonyi csomagokat. Az ajándékokat a Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja gyűjtötte össze. Idén 80 csomagot készítettek el az önkéntesek. És mire lenne leginkább szükségetek? Nekünk megfelel ez is, amit kapunk. Uh-huh. És honnan tudtatok erről, hogy... Szóltak nekünk, uh-huh. Igen, mert mi járunk ide ki. És jártok is a templomba is? Misére is jártok? Hát, járunk, de nem ide járunk, ami közelebb. Uh-huh.
És mit jelent nektek ez a mai? Jó, jó, hogy kislánynak örömet tudunk leszerezni, hogy játékai meg kapunk. A közösségi háznak nagyon sok funkciója van. Az egyik funkciója ez a Caritas, amit sajnos kinőttünk. Elég hamar kell gondolkodnunk, és gondolkodunk is azon, mit lehetne tenni még, hiszen elég mostuha körülmények között él a Caritasunk, de lelkes hölgyek és lelkes férfiak vesznek körül bennünket, és ők dacolnak az idővel, dacolnak a mínuszokkal. Egyetlen szempont vezeti őket, hogy az, aki ide érkezik, ne üres kézzel távozzon. A kertvárosi plébánia névadó szentje, Szent Erzsébet példáját követve, különösen figyel a szegényekre, a nehéz helyzetben lévő családokra és a hajléktalanokra. A közösség célja, hogy segítségükkel csodák történjenek, és mindenkinek szép karácsonya legyen. Megújuló energiák használata a horvát-magyar határon átnyúló együttműködés területen című projektről tartottak energetikai konferenciát nemrég a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban. A projekt elsődleges célja a fenntartható energiával kapcsolatos határon átnyúló együttműködés előmozdítása, szakmai kapcsolatok kiépítése, a tudás megosztásával a régió természeti erőforrásainak fenntartható és hozzáadott értékű kiaknázásának elősegítése érdekében. A projekt keretében szakmai tematikus workshopok, konferenciák és energetikai napok valósulnak meg Magyarországon és Horvátországban, valamint stratégiai dokumentumok, energetikai tervek készülnek a legjobb gyakorlatok megosztása érdekében. Az imént látott témában mai vendégem Deák Máté, a konferencia szervezője, a Pécsi Tudományegyetemről. Nagy szeretettel köszöntöm. Köszöntöm én is a nézőket. Ez a konferencia lezajlott már ugyan, de nagyon sok hasznos információval szolgálhat bármelyikünk számára. Tehát nem csak a szakemberek, hanem akár a hétköznapi embereket is érinti mindez. Hogyan kell mindezt értelmeznünk? Hát így van, ahogy felvezette, ez nem csak a szakmának, sőt, kifejezetten a projekt során megvalósuló rendezvények egy jelentős része, nem csak a szakmának, hanem a pécsi civileknek, illetve a pécsi polgároknak és a régió tágabb lakóinak szól. Arról hivatott felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos egyrészről a határon átnyúló együttműködés, tehát minket igazándiból egy folyó választ el, és nem is egy határ, nem is szoktam azt a kifejezést használni, hogy egy másik ország, hanem igazándiból gyakorlatilag ugyanaz a táj, ugyanaz a régió, és egy folyó van köztünk, ami jelen esetben az államhatár is. Viszont nagyon sok a közös bennünk, például a napsütéses órák számától kezdve, hogyha már itt az energetikáról beszélünk, és ennek azt tapasztaljuk, hogy a társadalmi szinten nagyon keveset tudnak róla még mindig az emberek, és nekünk ez feladatunk volna talán, hogy ezt az együttműködést, illetve magát a megújuló energetika és megújuló energiák fogalmát, azt népszerűsítsük. Úgyhogy egyrésztről valóban a széles társadalom a célcsoport, másrésztről pedig van egy szűkebb része, ahol a szakmabelieket szeretnénk a folyó két oldaláról, a közös projektek generálásával egy asztalhoz ültetni. Sok támogató együttműködő van ennek a programnak, még a térségünkben viszonylag szűkebb és nem messze lévő területről is vannak ebbe a történetbe. Ők mit csinálnak? A fő pályázója ennek az Interreg pályázatnak Eszékvárosa, és a Magyarországon a fő partner a megvalósításban Kozár Miszlenyi önkormányzata, és az Innomotív Nonprofit Kft. Pedig a lebonyolítója ennek, ez társszervezője. Ők milyen mértékben folynak ebben a munkában vele? Minden rájuk hárul, teljes mértékben? Nem, ő segítő pályázók, illetve lebonyolítók, a projektek megvalósulása, illetve maguk az energetikai projektek, azok a két fő pályázónak a feladatai. Az előadások során mire igyekeztek fókuszálni az előadók, tehát a témák, amik elhangzottak, azok mire fektetik a hangsúlyt? Alapvetően próbáltunk a tematikában a két ország már meglévő energetikai, megújuló energetikai projektjeire fókuszálni, természetesen egy általánosabb kontextusból indítva, szűkítve a perspektívát egy-egy konkrét projektre,
Szeretném kiemelni magyar részről Kis Telegdi nevét, aki ma az Energia Design kapcsán megkerülhetetlen talán a városban és a régióban is. Varjú Viktor nevét adott esetben, aki a Tudományos Akadémia Regionális Kutatóközpontjától volt, vagy Glid Viktor nevét, aki szintén kollégám az egyetemen, és egy ilyen általánosabban mutatta be ezt a megújuló és a fenntarthatóság kérdéskörét. És nagyon remek horvát előadókat köszönhettünk sorainkban, például Natasha Tramišák, Antunovac egyik fejlesztési ügynökségének a vezetője, és náluk is futnak ilyen projektek, most napelemparkok és egyéb megújuló energiák. Ez egy egyéves program, tavasz környékén indult, és akkor jövő tavasz környékén zárul le. Mi az, ami még vissza van, mi az, ami még ezt megelőzően történt, hiszen most ezt a mostani alkalmat emeltük ki. Így van, ez a december 8-án megvalósult energetikai konferencia, ami nemrégiben zajlott le, de ezt megelőzték már a projekt megvalósítása során workshopok, amelyek különféle célcsoportoknak vannak szervezve. Így voltak a vállalkozásoknak, olyan vállalkozásoknak, akik ezen a területen dolgoznak, fejlesztenek, akkor a város lakói számára van ilyen workshop, ahol ismeretterjesztő inkább a feladat, amit ellátunk, illetve az egyetem hallgatói számára is van ilyen workshop szervezve, ahol beszélgethetünk, kérdezhetnek, illetve az előadókkal van lehetőség személyes konzultációkat csinálni. Ezek a konferenciák csak Magyarországon, vagy kölcsönösen Horvátországban is felváltva? Horvátországban is vannak programok szervezve természetesen. Mi itt a magyar fél, a folyónak az északi oldalán csináljuk meg ezeket, vagy szervezzük meg ezeket a workshopokat és a konferenciákat. A jövőben lesznek még workshopok szervezve, illetve lesz februárban egy energetika nap Kaposváron. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Én is köszönöm a meghívást. Étolajjal üzemeltetett személygépkocsit állítottak meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranyai és Szakértői Intézet mobil laboratóriumának munkatársai Pécsett. A pénzügyőrök ellenőrzéskor arra figyeltek fel, hogy az autó kipufogójából égett étolaj szagárat. A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy a tulajdonos egy egyedileg készített étolajat tartalmazó, a motortérben elhelyezett plusz üzemanyag tartály beiktatásával próbálta költséghatékonyabbá tenni a gépkocsijának üzemeltetését. A tulajdonos az autó átalakításával jövedéki törvénysértés követett el, ezért a járművet a NAV lefoglalta és eljárást indított vele szemben. A sikeres döntő után díjkiosztóval és gálakoncerttel várta a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny a győzteseket és a közönséget szombaton este a Kodály Központban. A Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló megmérettetésre 186 karmester nyújtotta be jelentkezését a világ 40 országából. A díjátadó gálán Kodály Zoltánt idézte Hopál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, továbbá kiemelte a verseny értékközvetítő misszióját. A magyar kormány azért támogatta a Filharmónia Magyarország kezdeményezését, hogy indítsuk újra 15 év után a magyar karmesterversenyt, mert ezeket az előzményeket úgy láttuk, hogy megalapozottnak tűnik az a szándék, hogy nagy érdeklődésre tarthat számot ez a verseny. Az érdeklődés megszületett, 186 karmester elindult a verseny, és a selejtezők során a nagyon magas presztízsű nemzetközi zsűri úgy ítélte meg, hogy már az elindult művészek is borzasztóan magas nemzetközi színvonalat képviseltek, akik pedig a középdöntőbe, majd végül a döntőbe bejutottak, ők pedig valóban a nemzetközi zenei világ, a karmesteri szakma legmagasabb csúcsain lévő minőséget képviseltek a verseny során. Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója köszönetet mondott az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kormány támogatásáért, mely lehetővé tette a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny létrejöttét. Az, hogy ez a Kodály Központnak, a Filharmónia Magyarországnak mit jelent, az szervesen kapcsolódik abban a sorban, amikor az Orosz Nemzeti Zenekart látta vendégül az ország, és egyben a Kodály Központ, majd a Londoni Filharmonikus Zenekart, most pedig ezt a nagyszerű versenyt, fantasztikus versenyzőkkel és különleges zsűrivel. Ez nagyon nagy előrelépést jelent mind a társaságnak, mind a Kodály Központnak abban,
hogy a világ zenei térképén elhelyezzük a termet és a Filharmónia Magyarországot. A döntőben 40-en jutottak be. A zsűri az első díjat a szardíniai születésű Leonardo Cini karmesternek ítélte, a második helyzet az osztrák Szerbazis Szadikovics, a harmadik pedig az izraeli-amerikai Nimrod David Pfeffer lett. A közönségdíjat a magyar Dobszai Péter vehette át. Ezen kívül komoly pénzjutalomban is részesültek, és számos hazai, valamint nemzetközi fellépési lehetőségek várnak rájuk, mely a világhírnév felé vezeti művészi pályafutásukat. Kopenhágában rendezték meg a rövidpályás Európa-bajnokságot, amelyen Kenderesi Tamás óriási hajrával szerzett bronzérmet. Egyéni csúccsal 1.52.25-ös idővel lett érmes a PSN ZRT sportiskola úszója. Úgy tűnik, hogy ez egy bronzos időszak, de reméli, hogy legközelebb ez jobb is lesz. Minden esetre nagyon örül az éremnek, árulta el a kopenhágai rövidpályás Európa-bajnokság 100 méteres pillangóúszásának döntője után Kenderesi Tamás. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Öntött a szenátus a rektor jelöltek között. Az egyetem vezetőire végül a szakminiszter mond igent. 80 kertvárosi család kapott ajándékcsomagot. A Reményháza gondozottjai betlehemes műsort adtak. Díjkiosztó gála a nemzetközi karmesterversenyen. Közönségdíjas lett a magyar karmester. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!